Én a gyerdéi faluban végeztem a kutatásomat, és hát eleinte engem az érdekelt, hogy milyen viszony van az élők és a holtak között, mi az az elképzeléseknek az az egyházi és nem egyházi kerete, amelyik meghatározza ezt a viszonyt, mit gondolnak a túlvilágról, arról, hogy hogyan lehet a halottakkal kapcsolatot teremteni. És ami a leginkább engem izgatott, az az volt, hogy a halottakon keresztül az élők hogyan kommunikálnak egymással, és hogyan alakítják a mindennapos kapcsolataikat. Kutatásaim során azt tapasztaltam, hogy a halottaknak nagyon fontos szerepe van az élőknek a társadalmában. Részét képezik ennek a társadalomnak, mégpedig úgy, hogy egy nagyon érdekes és bonyolult csereviszony van az élők és a holtak között. Ennek az élők és a holtak között megfigyelhető csereviszonynak viszont számos kapcsolata van az élők közötti kölcsönösségen alapuló társadalmi kapcsolatokhoz. Ezért lehet az, hogy a halottakon keresztül az élők szorosabbra tudják vonni az egymás közötti kapcsolataikat. Amikor az ember rájön valamire, hogy felfedez valamit a terepen, rájön egy összefüggésre, az azért egy nagyon jó érzés egyrészt, másrészt meg nagyon sokat nyer az ember emberileg is azzal, hogy együtt él egy tőle idegen közösséggel.